Munkaalapú társadalom vagy szociális piacgazdaság, merre vezet Magyarország útja, kinek jó a munkaalapú társadalom, az egyszerű átlagpolgárnak az, mit jelent egyáltalán, modern ipari ország leszünk, hitelfelvevőből hitelezők, különböző vélemények az asztal két felén, ön melyik oldalra ülne, ez itt a csat. Jó estét kívánok! Magyarország gazdasági és társadalmi jövőképéről beszélgetünk, mert elég sok ezzel kapcsolatos mondat hangzott el, például Köcsén a miniszterelnöktől. Bemutatom a vendégeket. Bütl Ferenc közgazdász, a Megújuló Magyarországért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A munkaalapú társadalom kifejezés politikai kommunikációs találmány panel. Ilyen kategória a Fidesz szótár kivételével nincs, nem is volt és nem is lesz. Komoly ember pedig nem használ nem létező fogalmakat, kategóriákat. Sebestyén Géz a közgazdász, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Munka nélkül nincsen jólét. Hosszú távon egy társadalom csak azt tudja felosztani, amit megtermelt. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus. A jóléti állam és a munkaalapú társadalom nem ellentmondások, ahogy azt a miniszterelnök állítja, a jóléti államnál nincsen versenyképesebb társadalom. Lentner Csaba közgazdász, az NKE tanára. A munkaalapú társadalom visszaállítja a munka becsületét, sőt mi több, alapot ad az alkotó erő kiteljesedéséhez. Kezdjük is itt. A munka becsülete elveszett? Elveszett alapvetően a rendszerváltozási folyamatban. 1995-ig bezárólag 1,5 millió ipari és mezőgazdasági munkahely szűnt meg. A társadalomnak, a dolgozó társadalomnak a 40%-a munkanélküli lett. Ez a 1,5 millió ember egy 10 milliós országban elég nagy létszámnak minősül. Lényegében, amit a szocialista tervgazdasági rendszerben az állam munkahelyeket teremtett, mint egy 1,5 millió munkahelyet, az a 80-as évek vége és 1995 között megszűnt, és generáció nőtt fel úgy, hogy nem dolgozott, illetve a szüleit sem nagyon látta dolgozni, tehát a munkának a becsülete elveszett, mert a előző kormányok 2015 arra rendezkedtek be, egy olyan helyzetet teremtettek, hogy szociális segélyből is meg lehet élni. Ennek 2010 után hát úgy kezd vége lenni. Tehát megszűnt. Az, hogyha kevesebb a munkahely, mint amennyi a munkaerő, az nem azt jelenti, hogy még nagyobb a becsülete a munkának, mert küzdeni kell azért, hogy állása legyen az embernek? Bocsánat, mit jelent az, hogy a munka becsülete? Tehát, hogy 5-ből 4 ember azért jár dolgozni, mert muszáj neki megélnie. Tehát nem azért jár, mert az valami, nem tudom, morális dolog, vagy nem tudom, hogy jobb ember vagyok. A nemzetközi felmérések szerint 5-ből 4 ember kényszerből jár dolgozni, mert valamiből meg kell élni. 1/5 nagyjából az embereknek az, aki nagyjából élvezi a munkáját, vagy valamilyen szinten azonosulni tud vele. Tehát ne csináljunk már úgy, mintha nem tudom, ez egy ilyen morális kérdés lenne, hogy valaki dolgozik, vagy nem dolgozik. Az meg egy szociális jövedelemből nem lehet megélni Magyarországon, ez egy sajnálatos tény, ez egy szomorú kortünet, hiszen Magyarországon, mint ahogy minden más országban is, rengeteg ember képtelen dolgozni. Tehát, hogy a társadalomnak van egy része, aki túlságosan idős, túlságosan beteg, túlságosan képzetlen, stb. Tehát, hogy ez nem az, hogy van szociális jövedelem, az nem azt jelenti, hogy ezek az emberek lusták, ez azt jelenti, hogy a társadalomnak mindig, mindenkor egy bizonyos részét nem tud dolgozni, és az, hogy Magyarországon olyan szinten elamortizálódtak mondjuk a családi segélyek, az anyasági segélyek, a nyugdíj és egy csomó más juttatás, hogy abból nem lehet megélni, azt ne tüntessük már fel valami fajta érdemnek, az egy szégyen foltja Magyarországnak, hogy olyan nyugdíjak és olyan családtámogatások vannak, amilyenek vannak. Nem feltétlenül értek minden egyet, de kezdjük az elején. Ezért vagyunk itt. A munka becsülete. Ez nekem is nehezen értelmezhető, tehát azt gondolom, hogy itt ezen lehetne vitatkozni akár, de nem is annyira fontos. Szerintem sokkal lényegesebb az, amit professzor úr mondott, hogy hiányzott 1,5 millió munkahely, hiányzott nagyon sok embernek, nagyon sok családnak
a betevője. És valóban ezt meg lehet oldani segélyekkel is, és lehet arról beszélni, hogy a segélyek segítenek, vagy nem segítenek, vagy mennyire segítenek, vagy milyen minőségi életet biztosítanak, és ez egy fontos kérdés, erről mindenki beszélni kell. De ha választani lehet, hogy valaki segélyt kapjon, vagy munkalehetőséget kapjon, akkor szerintem abban nem nagyon lesz vita itt az asztalnál sem, hogy a munkalehetőség mindig jobb, mint a segély, nem csak azért, mert több pénzt fog keresni. Lesz vita. Akkor lesz vita, és állok elébe, de mindig több pénzt fog keresni valaki, hogyha dolgozik, mindig több jövedelme lesz akkor, hogyha dolgozik, magasabb lesz az önbecsülése is akkor, hogyha dolgozik, és azt a jövedelmet, amit egyébként segélyként ki szeretnénk fizetni ezeknek az embereknek, valakinek meg kell keresni. Tehát, hogyha nagyon bólogatsz, Pogi, hogy nem értesz ebből egyet, nem, ha azt mondod, hogy a segély az magasabb, hát úgy bólogatott, hogy rázta fejét. Rengeteg példát tudunk mondani arra, amikor ez nem igaz, tehát hogyha Magyarországon mondjuk valaki kénytelen, mondjuk ugye a közmunka esetében volt, hogy 43 ezer forintból kellett megélnie valakinek a közmunka esetében, akkor azt csak nem gondolhatjuk, hogy ez egy jobb alternatíva neki, mint hogy egyébként mondjuk ennél sokkal magasabb szociális juttatásokkal kapott volna. Az a baj, hogy nem gondolkozol három dimenzióban, vagy nem gondolkozol az idődimenziójában, tehát aki belépett ebbe a közmunkaprogramba, most gyakorlatilag annyi közmunkás van Magyarországon, mint 2010-ben volt. Tehát aki belépett a közmunkaprogramba, az neki egy ugródeszka volt, hogy el tudja helyezkedni majd piaci körülmények között, és tudjon rendesen pénzt keresni, ugye a minimálbér jóval több már most, mint 40 ezer forint, nem tudom mennyit mondtál, a karantán az közmunkások nem azt a minimálbért adták, de a közmunkás én arról beszélek, kaptak, hogy a közmunkás program után ő tovább lépett. De nem azért, mert közmunkás programban volt, hanem azért, mert... Bütöl Ferenc még nem szólalt meg, és itt az ugródeszkánál felemelte a mutatóujját. Igazából nem az ugródeszka miatt, hanem a közmunka program. Örülök, hogy szóba jött, mert hogy ezt a munkaalapú társadalom kifejezést, én azt mondom, hogy ez egy kommunikációs panel, egyébként egy nagyon jó kommunikációs panel, minden elismerésem annak, aki ezt kitalálta. Ez, ha én jól emlékszem, akkor kontextusban úgy került, hogy a közmunkaprogram kiterjesztése történt meg a 2010-es kormányváltás után, miközben a munkanélküli segélyezési időtartam, az pedig csökkent. És tehát a munkanélküli segély helyett lett tulajdonképpen közmunka, és ebben az értelemben kellett ezt hát egy jól hangzó mondattal, vagy egy fél mondattal megtámasztani, és ez egy nagyon szép mondat, hogy munka alapú társadalom, segély helyett, de hogy ezt azért fontos felidézni, hogy ez egészen konkrétan a közmunkaprogram térnyerésére, a munkanélküli segélyezési rendszerre szemben lett kitalálva, arra kalibrálva. Az, hogy ezt aztán elkezdték később, évekkel később általánosabban használni, és akkor már nem tudom, ott tartunk, hogy az egész újraiparosítási programot és ehhez próbáljuk meg hozzákötni, az már egy másodlagos vagy sokadlagos használata ennek a fogalomnak, de ez alapvetően és elsősorban erre volt kitalálva, és akkor arról érdemes beszélni, hogy egyébként a munkanélküliségi segélyezési rendszer visszavágása az jót tett, nem tett jót, nemzetközi összehasonlításban hogy is állunk, mi a jó munkanélküli segélyezési rendszer, illetve hogy a közmunkaprogram betöltötte azt a szerepet, aminek szánták, valóban úgy van-e, ahogy elhangzott, hogy, de valóban hogy úgy van? Visszavezetett. Vagy én nincs. Azt gondolom, hogy nehéz eltekinteni a körülményektől, tehát hogyha nem lett volna az elmúlt 10 évben, ugye gyakorlatilag 2020-ig bezárulak, hogyha nem lett volna egy erőteljes növekedés a magyar gazdaságban, amelyik nem utolsó sorban egy nagyon ritka, hosszú nemzetközi gazdasági konjunktúrához kapcsolódott, és részben annak az eredményeként történt meg, akkor nem azt látnánk most, hogy ennyire kevés közmunkás van. Tehát egyszerűen egy túlkereslet jött létre, vagy munkaerő hiány jött létre a magyar gazdaság jó működés, és mondom, a nemzetközi környezet, pozitív nemzetközi környezet miatt, és ez felszívta a közmunkások egy jelentős részét.
De ráadásul azt gondolom, hogy a szociális jövedelmet nem szabad leegyszerűsíteni egyébként a munkanélküli segélyre, mert most kezdünk elmenni abba az irányba, mint hogy csak ez a kettősség létezne, hogy szociális, tehát munkanélküli segély versus munka, de hát szociális jövedelem az, hogyha valaki nyugdíjas, szociális jövedelem az, hogyha valaki mondjuk kismama, tehát ezer millió más formája létezik, amikor effektíven nem tudnak dolgozni az emberek, nincsenek abba az életszakaszba. Tehát a jóléti államok Nyugat-Európában azért jöttek létre, mert rengeteg ember, mondjuk, mit tudom én, fogyatékkal élő, tehát egy hosszú-hosszú listája van annak, amikor nem is tud dolgozni. Az, hogy ezekből a szociális jövedelmi formákból Magyarországon nyomorúságos életet lehet csak folytatni, azt én nem sikernek mondanám, az egy gyalázatos szégyen volt ezen az országon, hogy ez így van. Arról lehet vitázni, hogy egyébként a közmunka vezetett volna el ezekhez a foglalkoztatási formákhoz, de szerintem ezt senki nem tudja bebizonyítani. Amikor közmunka volt, akkor kifejezetten azt mérték például a Magyar Tudományos Akadémiának a kutatói, hogy abból nem nagyon van tovább menet a valódi munkapiac felé, hanem tipikusan mentek vissza a munkanélküliségbe. Hát, hogy menet volna tovább menet, hiszen az, aki 10 éve vagy 20 éve munkanélküli segélyen van, vagy távol van legalábbis a munkaerőpiacon, míg munkanélküliségként még úgyse regisztráltatja magát, hát az első körbe, ha valamit akarunk kezdeni ezekkel az emberekkel, és ők is akarnak magukkal kezdeni valamit, akkor első körben nem a csúcs technológiába kell őket bevezetni, hanem ebbe a közmunka programokba, tehát lényegében szóval ez egy szocializációt adott nekik arra, hogy tovább tudjanak lépni. Betöltötte a történelmi szerepét, ez manapság a közmunka programok eléggé megszűkültek, hiszen munkaerő hiány. Na most én nem ebben nem értek veled egyet, amiket itt még mondtál ezekre egyéb jövedelmekre, én azt állítom, hogy becsülete lett a munkának, te meg azt mondod, hogy 5 emberből 4 kényszerből dolgozik. Na most a mi közép-európai, kelet-európai kultúránkban igenis a munkának van becsülete, mert te másképpen jövedelemhez nem jutsz. A családodat másból nem tudod eltartani. Ez tehát, így van, Csaba. Mondjuk nem feltétlenül, mondjuk ilyen olajba gazdag országokba, nem feltétlenül, de te azt mondod, hogy a munka, annak nincs becsülete, mert kényszerből végezzük. Én meg azt mondom, amire tanár úr is reflektált, hogy egy önbecsülést ad. Tehát nekem a családon belül, a társadalmi munkamegosztás hierarchiájába, a munkahelyemen az, hogy mennyire díjaznak, hát az azzal tudom magamat mérni, az már csak egy plusz adalék, hogyha a munkámat alkotó munkának tekintem, vagy már úgy dolgozom, hogy nem is tekintem most azt a tevékenységet munkavégzésnek. Ide az alkotó munkába belekapaszkodnék akkor, hogyha lehetséges, mert ugye az idézet második felében ez volt, hogy alapot ad az alkotó erő kiteljesedéséhez a munkaalapú társadalom. Ez az alkotó erő, ez miben nyilvánul meg a magyar társadalomban, ami a munkaalapú? Én azt nem gondolom, hogy valaki elmegy közmunkára, és mondjuk nem tudom, árkot söprögetnek vele, akkor ő ezt úgy éli meg, hogy ő az alkotó munkája kiteljesedésében van, ő abban van, hogy minimális jövedelmet tud a családjának biztosítani. Én elvileg el tudom képzelni azt, amit mondasz, hogy első körben valaki bekerül közmunkába, ha ott egyébként képzést kap. Tehát, hogy ez egy irtozatosan fontos lépés, ami hiányzott a magyar rendszerből. Gyakorlatilag megszűnt a képzés, a szakképzés. Nyugat-Európában azzal voltak sikeresek, azzal tudtak előre léptetni társadalmi csoportokat, hogy közmunka közben, vagy egyébként anélkül is a képzésre, a szakképzésre helyezték a hangsúlyt. Magyarországon ebben az időben leépült az oktatási rendszer, és egyébként a szakképzési rendszerünk sem javult annyit. Önmagában annak, hogy valaki értelmes, hasznos, magas hozzáadott értékű munkát végezzen, annak nem a közmunka a kulcsa, hanem az a kulcsa, hogy kapjon rendes. Ezek az emberek sokszor azért nem tudtak dolgozni, ad egy, mert abban a térségben nem volt elég munka, ad kettő, mert nekik nem volt képzettségük. Ez a lényeg. Most alapvetően nem velem vitatkozol, hanem közgazdasági elmélet történeti definíciókat cáfolsz John Maynard Keynesét például, aki a 29-es, 33-as válságnak egyik megoldásaként a közmunkaprogramokat szorgalmazta. Az egész New Deal, az egész amerikai gazdaság talpraállítása erre ment. Ha a magyar közmunkaprogramokat károsztatjuk, erre azt tudom mondani, hogy Keynes
demokráciákban még a piramis építést is megengedhetőnek tartotta, csak hogy a fizetőképes kereslet emelkedjen, meg hogy az emberek a munkavilágából végleg ne szakadjanak ki. Azt mondja Keynes, hogy üres viszkis üvegeket, ha elásnak az amerikaiak, a másikak megkeresik, pénzt tesznek bele, tehát foglalkoztatva vannak, egy rendszerben benn vannak, ezzel is a gazdasági jólét, a termelés előmozdítása érdekében mozdulnak el. Na most a magyar az közmunkás, lehet, hogy azért aki árvácskát ültet, vagy ott földmunkát végez az önkormányzatnál, gondolatok azok miért ma is értelmezhetők. Szerint élnek. Ugyanazok élnek. Erre épül a magyar gazdaságpolitika 2010 után. Pontosan. Három gyors megjegyzés. Egyik az, hogy ez egy szokásos narratíva, hogy a magyar gazdaság azért teljesített ilyen jól 2010 után, mert egy soha nem látott világgazdasági konjunktúra volt. Igazából az utolsó 6 évtizedből a világgazdaság GDP növekedése az 2010 és 2020 között volt a legalacsonyabb. Tehát nem volt még olyan évtized, amikor ennyire alacsony lett volna. A második legalacsonyabb egyébként előtte lévő 10 év alatt volt. Tehát nem volt egy soha nem látott konjunktúra globálisan. Magyarországon az volt, de ez a speciális magyar útnak volt a következménye. Ugye elhangzott az is, hogy a kismamák azok mennyire nyomorognak vagy rosszul járnak. Azért a magyar családtámogatási rendszer a GDP 5%-át szánja családtámogatásra, ez egyedülálló. De nem szociális forrásokban, hanem adó kedvezményektől, az azoktól, akiknek, bevétel, a családot, azoknak, mondjuk, akiknek van munkája. Nincsen pénzük. A gyermekszegénységi mutató Magyarországon javult a legtöbbet egyébként az elmúlt. Ég és föld a különbség a között, hogy az egyébként piaci jövedelemmel rendelkezőknél adsz adókedvezményeket, meg a között, hogy olyanok is kapnak, akiknek egyébként nem feltétlenül van piaci jövedelme. Ez egy egészen más torzító elem. Nyilván ez egy kérdés, de a gyermek szegénység mutató Magyarországon csökkent a legtöbbet az egész világon, tehát a gyermekek most már nem szegény családba születnek, ahogy egyébként majdnem minden hetedik 2010-ben oda született, hanem nagyjából most 50-ből egy, ami még nyilván persze meg tovább is olyan számot javítanunk kell, de egy nagyon alacsony szám. És végül még egy mondat, ugye, hogy mennyire volt ez sikeres, vagy mennyire tudjuk azt, hogy a közmunkaprogramban segítette nekik elhelyezkedni aztán a munkavilágában. Nyilván ezt meg kéne kérdezni minden egyes embert külön-külön, megnézni azt, hogy kivel mi történt, vagy megnézzük azt, hogy mi történt összességében a munkaerőpiacon, és valóban azt látjuk, amit professzor úr mondott, hogy 2010 előtt soha nem volt 4 millió fölött a foglalkoztatási mutató, még most már gyakorlatilag az 5 milliót ostromoljuk, 4,8-tál vagyunk, és folyamatosan növekedett, tehát valahonnan a plusz 1 millió embernek meg kellett jelennie, valahonnan a plusz 1 millió embernek, akinek egyébként esélye nem volt arra, hogy korábban dolgozzanak, most van esélye, és még egy fél mondat, és akkor befejeztem, ami ugye egy szokásos hiba szerintem, amikor azt mondjuk, hogy régen megnyi ideig kaptak munkanélküli segélyt, most meg nem, más embereket nézzük. Tehát aki régen kapott munkanélküli segélyt, egy pár hónapig és a fizetésnek a 60%-át, meg 80 ezer forintot legfeljebb, azért ez nem volt arra elég, hogy ebből jól megéljen, azok az embereknek most fix munkájuk van, és folyamatosan nő a fizetésük, akár azért, mert növelik a minimálbért, akár azért, mert növelik a garantált bérbimat, akár azért, mert egy jó munkaerő, és a munkája emeli a fizetés. Az az óriási szerencséje a Fidesznek, hogy folyamatosan hasonlíthatja magát az őt megelőző korszakhoz. És ez egy olyan katasztrofális kormányzás volt 2010 előtt, hogy ahhoz képest egyébként könnyű jónak tűnni. 2015 a szocialista kormányok egy valódi nyugati típusú jóléti államot vezettek volna be, ahol rendesen meg van finanszírozva az oktatás, ahol rendesen meg van finanszírozva a szakképzés, az egészségügy és minden, ami egyébként a humántőke képzésén keresztül bővítette volna a foglalkoztatást, akkor az emberek számára az lett volna az összehasonlítási alap. De ugye ez nem volt, gyakorlatilag amellett, hogy egy gazdasági katasztrófát hoztak létre 2007-2008-ra, emellett ugye gyakorlatilag hiába nevezték magukat szocialistának, de nem egy szociáldemokrata modellt csináltak. Ehhez képest persze egy közmunka jónak tűnik, tehát azokban az deprivált térségei Magyarországnak, ahol előtte semmi nem volt, ahhoz képest nyilván örülnek annak, ha van közmunka, de Nyugat-Európában nem ez lenne az összehasonlítás, hanem egy jóléti rendszerhez képest a közmunka. És ez pedig egy negatív összehasonlítás lenne. Az az óriási szerencsés, az adatokban, amit is mondasz, ezek sajnos igazadatok. Azért mondom, hogy tehát örüljünk neki, hogy javult a foglalkoztatás és a gyerekszegénység, azért mondom, hogy sajnos, mert hogy ezek azért tudtak így lenni, mert olyan drámaian rossz volt a helyzet 2007-2008-ban annak a kormányzásnak az eredményeképpen, hogy ehhez képest tudott a Fidesz eredmény. Félmondott reakció, és azt nem akarom dominálni, de hogy
nem csak 2007 és 10 között, soha nem volt 4 millió fölött a magyar foglalkoztatásnak az értéke, 90 óta. De ez nem csak az a pár kormány, amiről most te beszéltél, egyik kormány alatt sem volt, és megint a közmunkásokra visszatérve, nem igaz az, hogy most több közmunkás lenne, mint 2010-ben, nem, de már régen nem a közmunkások. Persze. De nem, ezt nem is, sőt, nem is állítottuk, ráadásul én nagyon örülök, hogy magas a foglalkoztatottság. Így van. Én is. Tehát tök jó, hogy magas a foglalkoztatottság, de azért ebben nagyon sok minden benne van. Tehát, hogy alapvetően korábban az inaktív népességbe sorolt népességből jöttek be az aktív népességbe, és lettek foglalkoztatottak, benne van a nyugdíjkorhatáremelés, benne van a rokkantsági feltételek és jogosultság változtatása, nagyon-nagyon sok minden. Azért benne van az, hogy rugalmasabbá lett téve a GYED, aminek ugye a GYED-hez való hozzáférés és felhasználás, tehát hogy nagyon sok minden benne van, sőt még a négy gyermekes anyák SZIA adókedvezménye is benne van, hiszen kifizetődőbbé teszi az adókedvezménnyel visszajönni a munkaerőpiacra, mintha nem lenne az adókedvezmény. Nagyon sok minden benne van, de ez a magas foglalkoztatás, ez tök jó, hogy van, ez hozzátesz a GDP-nkhez, de hogy tulajdonképpen akkor emiatt hívjuk munkaalapú társadalomnak a magyar társadalmat, mert hogy vannak magas foglalkoztatottsággal rendelkező más országok is, tehát ha megnézem az északi skandináv országok foglalkoztatottsági mutatóit, azok esetlenként még magasabbak, a legmagasabb Izland foglalkoztatottsági rátája. Izland, Hollandia. Na de pont az a lényeg, hogy magas foglalkoztatás nélkül is jóléti állam. Na most, ennyi a lényeg. Most na, igen. Bocsánat, hogy akkor nekem itt nagyon szervesen kapcsolódik ez az egész téma a koraszülött jóléti állam koncepció. A jóléti állam fogalmát ne használjátok, mert a miniszterelnök úr szerint a jóléti állam az egy halott és versenyképtelen koraszülött. Most akkor visszajutunk ahhoz itt a remek pont, hogy itt ki tudjuk tágítani egy kicsit a képet Orbán Viktor köcsei elmélkedésével. Ugye 15 pontot határozott meg, és ebből legalább 4 olyan, ami a gazdaságot erősen érinti, és akkor arról tudunk tovább vitatkozni, és ennek is van köze a munkaalapú társadalomhoz. Úgyhogy nézzük meg. Orbán Viktor köcsén elmondta, hogy a korábban bejelentett 2030-as céldátumhoz képest 2034-ig tervez, mert a háború és a koronavírus járvány elvett tőlük 4 évet. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyok, erősek és gazdagok akarunk lenni. Azt szeretné, hogy tisztelje minket a világ, ez pedig van egy 15 pontos nagy terve, fogalmazott. Ez például olyan lépésekre van szükség, mint munkaalapú gazdaság létrehozása, hitelfelvételek helyett hitelezővé és modernipari nemzetté kell válni, a magyar vállalkozóknak külföldön is be kell fektetni, a profitot pedig haza kell hozni. Orbán szerint a jelenlegi nehéz világgazdasági és világpolitikai helyzet rengeteg lehetőséget kínál, neki pedig az a célja, hogy Magyarország olyan erős legyen, mint a kiegyezés idején volt. Na most itt ezeket meghallgatva talán egy színesebb képet kapunk arról, hogy mindenki is képzeli a miniszterelnök a munkaalapú társadalmat és gazdaságot, de én nekem még mindig az a kérdésem, hogy most társadalom, vagy gazdaság, vagy mind a kettő, a munkaalapú az a tudásalapúnak az ellentéte, vagy a szociális jólétinek. De szóval ez hogy van? A munkaalapúban alapvetően, tehát a tudásalapú gazdaság szerepel a 21. században, miniszterelnök is egyébként bővebb szövegkörnyezetben én élőben volt szerencsém hallgatni, tehát ez bővebben is kifejtette. Tehát egy olyan gazdaságnak a létrehozása, amely magas hozzáadott értéket képes termelni, ez pedig csak egészséges munkaerővel, meg jól képzett munkásokkal, alkalmazottakkal lehetséges. Akkor tessék gyorsan csinálni egy oktatási minisztériumot, tessék gyorsan megduplázni, meg egy egészségügyi, tessék gyorsan megduplázni, triplázni a magyar tanárok bérét, és valamit kezdeni azzal a helyzettel, hogy a magyar tanárok korfája az olyan, hogy gyakorlatilag 5 éven belül megszűnik a magyar oktatás. Ez a magyar tanárok, ezek a középiskolai tanárok, meg a általános iskolai tanárok most néztem a számokat, 500 ezer forint fölött lesznek a fizetések. Egy egyetemi tanársegéd az ELTE-n 200 ezer forintot keres. Miközben még egyszer mondom, egy középiskolai tanár, tegyük meg hozzá, egy általános. Jó, de most az ön tanárok egy gyűjtőfogalmat mondasz tanár. Itt az nem lényegtelen, hogy bruttó vagy nettó. Van 50 nap, van 50 nap bruttó vagy nettó. Összegről beszélünk, illetve hát itt behoznám LTBTK azért, az nettó, az nettó 200 ezer egyetemi tanársegéd. Budapesten és akkor többet kap egy középiskolai tanár. Aki Budapesten közlekedik, az megnézi a buszokat, és mindenkinek a hátára ki van írva, hogy 734 ezer forint
kezdő fizetés buszsofőrként. Ez már magasabb egyébként azóta, de hát nyilvánvaló, hogy a munkaerőpiacon egyértelmű, hogy Magyarországnak a versenyképességét úgy lehet növelni, és azok a célok, amiket miniszterelnök úr megfogalmazott, csak úgy lehetséges, hogyha szinte teljes körű a foglalkoztatás, és ezen belül minél magasabb hozzáadott értéket tudunk előállítani. Tehát képzett munkaerőnek a szerepe, az meg én szerintem nem szervezeti kérdés, hogy változtassunk a jelenlegi helyzeten, tehát nem minisztériumokat kell létrehozni, nem több GDP-t termelni, több embert kell foglalkoztatni, és több hozzáadott értéket előállítani. Lesz a költségvetésben jövedelem, ebből lehet oktatást bővíteni. Jó, a szünet után jönnek majd a reakciók, tehát Orbán Viktor tervével folytatjuk majd. Folytatjuk a csattot, és ott fejeztük be, hogy Lenner Csaba állította, hogy tudás alapú társadalmat is képzel a miniszterelnök, nem csak munkaalaput, és a magas hozzáadott érték az igencsak fontos. Nem tudom, ezen az oldalon hogy látják, hogy ez évek megvalósulóban van? Évek óta ezt mondjuk, úgyhogy nagyon örülünk, hogyha abszolút, már a miniszterelnök tehát, hogy abban a célban, hogy magas hozzáadott értékű gazdaságot kéne csinálni, abszolút egyetértünk. A baj az, hogy nem ebbe az irányba mentünk. Amit én készséggel elismerek, az az, amit a Géza szokott mondani, hogy a magyar gazdaság felszívta a relatíve képzetlen munkaerőt. Tehát ugye ezek a beruházások, aminek ugye szimbóluma mondjuk a BMW beruházás, vagy a CATL akkumulátorgyára, de egyébként bővítés volt a Mercedes gyárban, Audi gyárban, ezek a beruházások, ezek alapvetően szakképzetlen munkásokat, gyári szalaggyártás összeállítás típusú munka, ez jó, tehát hogy ezt szerintem készséggel elismerjük, hogy ez egy pozitív fejlemény, de hogy előre mozdulás, ez látszik a termelékenységi adatokból, tehát a magyar termelékenységi adatok azok jottányit nem zárkoztak fel a nyugat-európai adatokhoz, tehát hogy itt egy magas hozzáadott értékű termelés felé való elmozdulás lett volna, ehhez kellett volna az oktatási rendszernek a megfinanszírozása, a reformja, de hát ugye az összes output mutatónk, tehát ugye nem csak az input mutatóink borzalmasak, a bérek, hanem ugye az output mutatóink is, tehát mondjuk a PISA eredményeink nagyon-nagyon le vannak maradva azokhoz az országokhoz képest, ahol tényleg magas hozzáadott értékű gazdaság van. Csak hadd tegyek hozzá annyit, hogy egyébként az lehet, hogy csak sajnos ezt nem tudunk visszamenni az időbe, és párhuzamosan egy másik sztorit lefuttatni, de az lehet, hogy van egy olyan időbeniség, hogy ezt meg kellett ugrani, ennek végbe kellett menni, hogy felszívja az alacsonyan képzett munkaerő állományt, és hogy elérjük ezt a foglalkoztatottsági szintet. De ez nem kizáró, tehát ez nem két egymás kizáró folyamat. Az igen, tehát a kérdés az, hogy ezzel párhuzamosan el lehetette volna már kezdeni, igen, azokat a nagy rendszereket fejleszteni, javítani, a minőségüket jobbá tenni, amelyek alapját képezik a tudás alapú társadalomnak, a magas hozzáadott értékű gazdasági működésnek, de én azon az állásponton vagyok, hogy egyébként jobb későn, mint soha. Persze. Tehát, hogyha eddig nem történt meg, mert mit tudom én, a Covid elvitt egy csomó forrást a költségvetésből, vagy az energiaválság elvitt egy csomó forrást a költségvetésből. Vagy a kormánypropaganda. Bármi elvitt egy csomó forrást a költségvetésből, de ha azt látom, mondjuk a 2024-es költségvetési törvényben még nem látom, de ha 2025-ösben azt fogom látni, hogy akkor az oktatási rendszer plusz jövedelmet kap, az egészség... Akkor már elégedett lesz, hát, hogy 15 év én, igen, és akkor azt mondom, hogy akkor tulajdonképpen, mint ahogy, nem tudom, az eredeti tőkefelhalmozás korábban, ugye annak idején, hogy le kell nyelni a békát, hogy amíg a gazdasági fejlettség elér egy olyan szintet, meg a struktúrák úgy összekapcsolódnak, és csak utána vághatunk bele a nagyobb projektbe, ezt el tudom fogadni, nagyon örülök, hogyha ennek a jelét látni fogom. Igen, hát a logikai lázban hát első körben a munkaerőpiacon nem lévő munkaerőt kellett integrálni. Na most azt, hogy hozzáadott értéket is termelő munkaerő legyen, na most azért az elmúlt 13 évben azért nincsen szégyenkezni való a kormány teljesítményét illetően, mert megtörtént az egyetemi rendszernek a finanszírozási átalakítása, meg jelentős beruházások történtek, és talán legfontosabb, létrejött az alapítványi irányításban működő egyetemi szervezeti forma. Ezek az egyetemek most lassan 2 éve vannak, a teljesítményükben semmiféle visszaesés nem figyelhető meg, tehát kutatás, fejlesztés. Most a másik az, hogy pénzzel, csak pénzzel
a magyar egyetemeknek a nemzetközi versenyképességi rangsorát nem lehet megváltoztatni ahhoz. Olyan oktatók, kutatók kellenek, akik up-to-date-ek, tehát akik tisztában vannak a tudományos eredményekkel, tudnak nemzetközi térbe publikálni, tehát jó, tudom, kell ehhez pénz is, kell a kutatásokat, meg a publikációs díjakat megfinanszírozni, de én azt gondolom, hogy mindent pénzzel, mindent kvázi a kormányra kenni, hogy adott elég pénz vagy nem, az én álláspontom szerint nem lehet. Tehát kicsit a magyar nézzünk előre. Oktatóknak is bocsánat, meg kell újulni. Igen, akkor ezután fogunk előre nézni. Igen, igen, most egy kicsit még vissza. Ketten belőztek. Tehát ugye itt elhangzott, semmi gond, de ugye itt elhangzott, hogy nem történt előlépés. Én a Corvinus Egyetemen is dolgozom, a Q1-es publikációk száma megsokszorozódott az elmúlt években, és csak nézni kell egyébként a tudományos rangsorokat, hogy hogyan lépkednek előre szépen a magyar egyetemek, tehát komoly előrelépés van, és ugye bár azt gondolhattuk volna fogni. Megint fejrázás volt egyébként a válasz. Nyilván rázhatja bárki a fejét, mindenki megnézheti a listákat, hogy hogyan állunk ezekben. Ugye megtudtuk azt is, hogy minden magyar ember összeszerelő üzemekben dolgozik, de azért nyilván nem ez a helyzet. Valóban jöttek ilyen cégek is Magyarországra. Én egyébként a 2000-es évek elején voltam egy ruhagyárban, ahol kb. Egy ekkora varrógép előtt dolgozott egyetlen egyterű helységben, épületben 500 varrónő. Most nyilván, hogyha az 500 varrónő most egy autógyárban dolgozik, vagy bárhol máshol dolgozik, amik elhangoztak itt, már nekik sokkal jobb a munkakörülményük, már nekik sokkal jobb a keresetük, már nekik sokkal jobbak az életkörülményeik, de nem csak ilyen cégek jöttek Magyarországra, és ha megnézzük azt, hogy hol nőtt legjobban a foglalkoztatásnak a szám, akkor ezek nem tipikusan azok a cégek, rengeteg olyan beruházás történt, a BlackRock idejött például Magyarországra, tehát rengeteg olyan cég jött Magyarországra, akik a legfelsőbb szinten vannak a saját szakmákon belül is, kutatásfejlesztést hoztak ide, informatikát hoztak ide, saját informatikai vállalkozásaink vannak, mint a Prezi, vagy akár lehetne őket sorolni. Az ilyen típusú anekdotikus példákból te is tudsz hozni, én is tudok hozni, de van egy, szerencsére van egy makrószámunk, egy agregát számunk, ami ezt meg tudja mutatni, hogy mi történt, mi nem, bárki ellenőrizheti, ez az termelékenység. És tehát erre akartam még harmadikként visszatérni, nagyon az, jó, mert ugye, ezt elmondtad egyszer az alaptézisedet, és akartam erre reagálni. Tehát ugye mi történt Magyarországon? 25%-kal nőtt a foglalkoztatottak száma. Ez a 25%, ez nem az a 25% volt, aki a legmagasabb termékenységet termelt volna, ez az a 25% volt, ahogy professzor is elmondta, a családjában senki soha nem dolgozott, és ahogy ti is elmondtátok, nagyon sokszor az utcát söpörték napi 4 órában. Tehát ezekkel felhigult, ez összetétel hatás, felhigult a magyar termékenység, ez az átlagot lejjebb vitte, és még ebben együtt is növekedett az átlag, tehát úgy tudtunk bevonni nagyon alacsony képzettség, hogy ti is elmondtátok, és gyakorlatilag a munkakultúrát nem ismerő embereket a munkaerőpiacra, hogy még így is az átlagos termelékenységünket növelni tudjuk, ami azt jelenti, hogy a maradék, aki dolgozott egyébként 2015 is, és dolgozik 2010 után is, az ő termelékenységük azok brutális mértékben. Géza, tegyük fel, hogy ez így van, tegyük fel, azt tudjuk, hogy most már telítődött a magyar munkapiac, tehát most már ugye tömegével hozzuk be a külföldi munkaerőt, tehát ugye a kormány minden idegen ellenes retorikája ellenére ide sok-sok ezer ázsiai és egyéb vendégmunkás érkezik, ami szerintem nem is a rossz dolog. De akkor innentől fogva egyébként akkor lássuk meg a következő években, hogy innentől a magyar termelékenység, tehát ha azokat a célokat teljesíteni akarjuk, amiket a miniszterelnök úr kitűzött, akkor ehhez arra van szükség, hogy a legfejlettebb országok termelékenységéhez a következő években zárkózzon fel a magyar termelékenység. Ezt fogjuk látni, és egyébként nekem volt egy cikk, ami azt elemezte, hogy ha megnéznénk azt, hogyha nem változott volna, nem higult volna föl a foglalkoztatás, akkor mi történt volna a termelékenység mutatóval, abban pontosan azt láttuk volna egyébként, hogy szépen zárkózott fel. Egyetértek az összetétel hatásra, és hadd tegyek hozzá még egy komponenst, mert a igen magas termelékenységgel rendelkező, magasan képzett munkaerő egy része pedig elhagyta a magyar gazdaságot, ugye, akiknek a hiánya, hát nyilván, hogyha ők maradtak volna, akkor egy magasabb termelékenységet láttunk volna, tehát az egy szomorú dolog, hogy őket nem sikerült megtartani. És azért erről a termelékenységről szerintem egy picit érdemes tágabban gondolkodni, hogy ugye itt arról van szó, hogy adott, mondjuk ha nagyon leegyszerűsítem, hogy adott egységnyi idő alatt, munkaóra alatt, vagy munkanap alatt, ugye milyen előállított termékmennyiséget tud produkálni egy munkás. És ez nagyon sok mindentől függ, ez nem csak attól függ, nem csak a
Attól függ, hogy ő milyen gépekkel dolgozik, vagy hogy milyen munkakörnyezetben dolgozik, de ez attól is függ, hogy ő milyen egészségi állapotban dolgozik, meg attól is függ, hogy milyen képzettségi szintje van. Tehát, hogy muszáj ezekbe a rendszerekbe, amik annak idején azt mondták, hogy ez még egy előző rendszer, egy nagyon előző rendszer volt, hogy vannak a termelő ágazatok, meg vannak a nem termelő ágazatok, és hogy ez szerintem nagy hiba, hogyha ez ebbe újra belesétálunk ebbe a csapdába, mert hogy ahhoz, hogy jól tudjunk termelni, hogy termelékeny legyen a magyar munkaerő, ahhoz a nem termelő ágazatokba is nagyon sok fejlesztést bele kell tenni, mert hogy egyszerűen az adja a környezetét. Igen, itt mennyire illik ide, ugye a miniszterelnök itt arról is beszélt, hogy modern ipari ország akarunk lenni. Most, ha visszaemlékszem a saját tanulmányaimra, akkor mindig azt hallottam, hogy a legfejlettebb országok azok nem feltétlenül ipari országok, hanem alapvetően a szolgáltatás túlsúlya. Magyarországon az ipar aránya egyébként a GDP-ben már most jóval magasabb, mint az OECD átlagában, tehát ha azokat az országokat nézzük, amelyek a leggazdagabb országok, amelyekhez hasonulni akarunk, Ausztria, Hollandia, Svájc, az sokkal alacsonyabb egyébként, de nem az a lényegi mutató, hogy hány százalék ipar van és hány százalék mezőgazdaság, minden egyes szektoron belül a hozzáadott érték fontos. Igen. Tehát az iparban az összeszerelés az alacsony hozzáadott érték, a tervezés, amit mondjuk Ingolstadtban csinálnak, az egy magas hozzáadott érték. Vagy a mezőgazdaságban az extenzív mondjuk kukoricatermesztés az egy alacsony hozzáadott érték, a borászat meg egy magas hozzáadott érték. Tehát minden, nem a szektorok aránya a lényeges, és ez szerintem egy óriási tévedés ennek a kormánynak, hogy mindig a szektorok arányáról beszél, a szektorokon belüli hozzáadott érték a lényeg. A szektorok arányáról nem beszél, meg egyébként is ez egy ilyen technokrata, régi tanulmányokra utalt szerkesztő, ez egy régi technokrata megközelítés, hogy szolgáltatásból nő a GDP, vagy agrárország lennénk, ipari ország, tehát ez nem így működik. Tehát nem, ez a fejlettség szintjére vonatkozott a részemről, de itt ugye azt hangzik el, hogy modern ipari országgá váljunk, tehát igen. Itt kifejezetten a szektorra utal a miniszterelnök. Itt versenyképes ország legyünk, ez csak úgy lehetséges, korábbi publikációimra hadd hagyatkozzak, hogyha egy országnak itt Kelet-Európában úgy lehet versenyképes, ha az állampénzügyi rendszere stabil, és a stabilitás van, ez az előző évtizedben megtörtént, akkor van pénz az egészségügyre, van arra pénz, hogy a munkaerőnek a munkába töltött ideje egészséges munkaviszony keretébe meghosszabbodjon. Jelenleg olyan 64 év lenne a cél, hogy egy férfi ember egy 64 éves koráig a munkaerő piacon folyamatosan megbetegedések nélkül részt tudjon venni. Ez jelenleg sajnos 51 év, tehát 51 éves korban férfi lakosság átlagát elérik olyan betegségek, hogy kiesik a munkaerő piacon, vagy nem tud folyamatosan jelen lenni, mert olyan betegségei vannak. A nyugat-európai országok 10-12%-et költik a GDP-jüknek egészségügyre, Magyarország mondjuk 6-7-et, tehát 3-4% ponttal kevesebbet költünk a GDP-nkből egészségügyre, mint a nyugat-európai ország. Pont azért fontos, hogy több száz év GDP-nk, előnyük van. Pont azért fontos, hogy meglegyen a GDP-nk ahhoz, hogy ezt el tudjuk költeni, és két mondat, ugye, és ebbe segített nagyon a GDP növekedés, amit láttunk az elmúlt évben. Tehát valóban ahhoz, hogy jó legyen az egészségügy, jó, hogy az oktatásokról egyetértünk egyébként. Urak, arányokról beszéltem, tehát hogy bármilyen mértékű GDP-nél oktatásra, egészségügyre nagyobb arányokról. Hogyha nagyon kicsi a GDP, bocsánat, akkor hagyj válaszoljuk. Értem, mit mondottál, hagyj válaszoljuk rá. Abból is arányaiban kevesebbet költünk. Válaszolnék rá, hogyha lenne lehetőségem, köszönöm szépen. Tehát egy kisebb számból egy nagyobb arány is lehet kisebb érték. Tehát a kettő együtt fontos, legyen magas az érték, és legyen magas a százalékos arány. Tehát eddig most egyébként arra fele haladunk, hogy nagyobb legyen az érték. Igen. Legyen minden nagyobb, és akkor hagyj fejezzem be a másik mondatomat is, köszönöm szépen. Ugye abban egyetértünk egyébként, hogy nem az aránya a fontos az egyes szektoroknak, viszont az fontos, hogy az iparon belül is legyünk versenyképesek, szerintem ebben megint csak egyetért mindenki közöttünk. Amiben viszont nem fogunk egyetérteni, ez az, hogy Magyarországot hagyja el a jól képzett munkaerő. Már eleve többen jönnek haza, mint ahányan elmennek. Az elmúlt nagyjából 10 évben már a statisztikák ezt mutatják. Másrészt, ha megnézi az ember azt, hogy vannak erre KSZ-es statisztikák, megint csak bárki után nézhet ennek, több cikket írtam erről, de hogyha megnézzük azt, hogy ki az, aki megy továbbra is, és ki az, aki marad, akkor pontosan azt láthatjuk egyébként, hogy még mindig komoly előnye van
a külföldnek, Ausztriának, Németországnak, az alacsony képzettségűek terén, ahol valóban egyébként az ottani fizetések sokkal vonzóbbak, mint a magyarországiak, tehát akinek az ismerősei azok mondjuk pincérek, szakácsok, felszolgálók, ők közülük sokan mennek külföldre és vannak külföldön, de a magasabb hozzáadott értékűeknél pontosan visszafele jönnek az emberek. Én dolgoztam egy olyan tanszéken, az MMB tanszéken, a Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahol egy szobában négyen ültünk, ebből egyedül én voltam az, aki nem jött haza, egyikünk az. Ez megint anekdotikus, Hollandiában jött haza, ott van a másikon... Gyere haza fiatal program, nem tudom, hogy emlékeztek-e még erre, pár évvel ezelőtt volt a Gyere haza fiatal, az úgy, ez úgy eltűnt, hogy a sajtó tele volt azon, azt hagyjál, de az a fiatal ember, aki működtette a programot, ő is elment Nyugat-Európába dolgozni, tehát hogy ez egy ilyen ironikus... Nem, hát te a nettó migrációs mutatót mondod, és nyilván a környező országokból nagyon sok magyar kettős állampolgársággal rendelkező, tehát magyar állampolgár is jött be, miközben meg nagyon sok magyar állampolgár elment Nyugat-Európába. Tehát melyik a második legnagyobb magyar város? Bécs. London. Nem, mond, azt hiszem, Kolozsvár, vagy nem tudom. London, a másik legnagyobb magyar város, London. Tehát azért ezt ne tagadjuk el, hogy nagyon sok képzett munkaerő elment. Tehát a 30-as éveiben járó, és nem ez a, vagy ez is egy szomorú történet, de ha már itt ugye demográfiai, családpolitikai események is voltak az elmúlt hetekben, akkor tegyük hozzá, hogy minden tizedik magyar gyerek külföldön születik, ami meg még szomorúbb, pláne hogyha itt demográfiai mutatót akarunk javítani, és családpolitikáról meg népesítünk. Én most veled vitáznék egy kicsit egyébként, mert azt gondolom, hogy ez önmagában nem akkora dráma, hogy magyarok elmennek Nyugat-Európába dolgozni, tapasztalatokat szereznek, kapcsolatokat. Hogyha ezt utána egyébként majd hasznosítják, hazahozzák Magyarországra, én inkább ezt tartom drámának, hogy nem jönnek vissza, nem akarják Magyarországon hasznosítani, ebből nem születik olyan típusú kapcsolatrendszer, ami mondjuk az ír esetben tipikusan történt, az írek ezek homing pigeonnek, hazajövő galamboknak hívták azokat, akik Amerikában dolgoztak, és aztán hoztak tőkét, tudást, kapcsolatrendszert. Ha ezt hoznák a nyugaton élő magyarok, akkor ez egy jó sztori is lehetne. Én attól tartok, hogy ez egyelőre nem történik. Írjátok felel, akik tánk Amerikában? Tehát minden második ír, aki itt van a világban, az Amerikában, valami ilyesmi. Igen, utása magas számnál kezdett, azért jönnek többen haza. Többen voltak Írországon kívül, mint haza, ahányan Írországon. Jönnek haza, de azért az egyenleg negatív, és azért visszatérve ide, tehát ha megnézzük a statisztikákat, és valóban analitikus érvelést te is mondtál, én is mondtam, de azért ha megnézzük a statisztikákat, többen jönnek haza, és az a minden tizedik magyar külföldön született, abban akkor már megint benne vannak azok a határon túli magyarok, akiknek már szülei is külföldön születtek. Igen, na most ezek a nemzetközi összehasonlításban, tehát az a zavaró, ugye, hogy a Magyarországot viszonyítjuk Svédországhoz, a Hollandiához és Németországhoz, hát ott egészen más a helyzet, hát mások a gazdasági fejlettségi viszonyaik, más a történelmi múltja. Tehát hozzájuk az, akarunk felzárkozni, Csaba. Tehát a miniszterelnök megfogalmazta, hogy hozzájuk szeretnénk felzárkozni. Mi annyit nem érünk el, tehát olyan munkerő pozíciókat nem tudunk elérni. Hát akkor miért mondogatjuk? Hát akkor miért mondogatjuk mindig, hogy fel akarunk zárkozni? Hát ez az ország 40 évig egy szovjet diktatúra alatt. Hát akkor miért mondogatjuk, hogy fel akarunk zárkozni? De azért akarunk felzárkozni, mert most előtt vannak. Tehát egyfajta azt mondja, hogy előttünk vannak, miért azt mondja, hogy azért akarom felzárkózni. Na jó, de akkor az összehasonlítás az nem azt jelenti, hogy holnap el kell érni, bár időnként kormány oldalról ez is el szokott hangzani, már ötször el kellett volna érjük Ausztriát, de, hogy, de az összehasonlítási alap az azért hasznos, mert tudod, hogy hol van a világ élvonal. Egyet és mindenki, hogy most éppen előttünk vannak, és ha megnézzük a számokat, konvergálunk egyébként. Nem jön ez a koronavírus járvány. Most ide muszáj betennem egy kérdést, mert annyira ideillik, hogy ugye merre haladunk egyáltalán, hogy Ausztria felé haladunk, vagy nem arra felé haladunk, és akkor megint visszautalok a munkaalapú gazdaságra és társadalomra, amelyben ugye eddig nem került szóba, de ugye a szakszervezetek teljesen leépültek, a segélyezési rendszer majdnem, hogy törpévé zsugorodott sok tekintetben, és még lehetne egy csomó ilyen dolgot sorolni, ami viszont felveti azt a kérdést, hogy mi az a rendszer, ami leginkább hasonlít erre, melyik országban találunk ilyeneket, amelyek felé lépdelünk? Hogy ezek a nyugati rendszer felé történő lépések, tehát Ausztriát érhetjük utol, vagy inkább egy orosz vagy kínai típusú gazdasági modell felé lépkedünk, akkor, amikor ilyen lépéseket teszünk. Elég provokatív a kérdés. Provokatív egyébként. Természetesen, de azért, mert hogy ugye pont a jóléti rendszer, amivel szemben megfogalmazza Orbán Viktor a saját elképzeléseit, az a nyugati rendszer.
Hát nyilván életszínvonalban Nyugat-Európa felé akarunk tartani. Na most, hogyha a kérdés mögött nyilván meghúzódik az is, hogy ugyanakkor a keleti barátainkkal üzletelünk távol nem, ez most nem Kínával, hát akkor persze, ami előnyünket szolgálja. Hát én nem gondolom, hogy ezek a távol-keleti kapcsolatok hátrányunk lennének. Az az ironikus, hogy ugye adódna, hogy kelethez, de hát kelethez sem hasonlítunk, hiszen Kína sem ezt csinálja. Tehát Kínában az, hogy egy óriási gazdasági növekedés volt az elmúlt évtizedekben, az azzal járt együtt, hogy itt írtózatos befektetés volt a humántőkébe. Tehát az, hogy a kínai hozzáadott érték, mint a rakéta ment fel, a kínai bérek, már nem egy olcsó ország Kína, ez azt jelentette, hogy azt a típusú technológia transfert, majd technológia előállítás, hogy Kína egy nagyon hosszú sor technológiában világvezetővé vált, ez egy óriási mondjuk egy országot. Harmadik világbeli országokhoz hasonlítunk. Tehát ez egy mexikói modell, Mexikó. Tehát, hogyha valami erről eszembe jut, van egy elit, ami a globális elithez csatlakozik, meg egy kizsákmányolt nyomorgó tömeg, amelyik ilyen maquiladoresben gyártja Amerikába a termékeket. Ott tartunk, hogy ilyen rósárt tesztel fogjuk Magyarországot elemezni, de azért beszéljünk akkor a konkrétan a számokról. Megnézzük azt, hogy mennyi az egyfőreső GDP. Megnézzük azt, hogy néznek ki a magyar bérek vásárlóértéken, akkor egyértelműen konvergálunk a nyugat-európai országokhoz. Ha megnézzük azt, hogy mennyit változott a magyar átlagbér 2010-től mostanáig, több mint 150%-ot nőtt. Úgy nőtt 150%-ot, hogy ahogy beszéltünk róla, felhígult, hogy az összetétel hatás miatt csökkennie kellett volna, mert most van 1 millió ember, aki 2015 munkát nem kapott, most pedig van munkahelye. Hogyha dollárban nézzük azt, hogy mennyivel növekedtek a bérek 75%-kal, tehát egy brutális növekedés van mögöttünk. Egyetlen nyugat-európai országban nem volt ekkora növekedés, nézzük meg az egyfőreső GDP mutatókat, ugyanez a helyzet. Tehát folyamatosan konvergálunk a nyugathoz. Most nyilván persze mindenki helyettesítse be azt az országot, akit ő jónak lát, de ez az adatokus érvelésnél sokkal rosszabb szerintem, mert semmilyen érv nem támasztja alá. Ha megnézzük a számokat, akkor foglalkoztatásban, átlagbérben, átlagos GDP-ben, minden mutatóban nyugathoz. Ez igaz volt egészen az inflációs hullám előttig. Az inflációs hullám ennek a harmadát elvitte. Tehát az elmúlt másfél év rettentően magas inflációja, ez 3-4 évvel visszavetette a magyar életminőséget. Hát ezt nehéz mondani, Géza, amikor 45%-os... Más országban nem volt infláció? Nem ekkora, Géza, 45%-os... 16%-os béremelés volt nálunk, 16%-os, melyik nyugat-európai országban tavaly, volt? Tavaly a magyar embereknek a reálbér csökkenés. Minden országban reálbér csökkenés, egészen mondja egy országot, ahol növekedett. A magyar infláció az léptékekkel magasabb tavaly, volt, mint a többi tavaly ország inflációja. Tavaly szeptemberben volt az IMF-nek egy tanulmánya arról, bocsánat, az OECD-nek volt ez a tanulmánya, hogy melyik országban mennyivel változtak a reálbérek, egyetlen egy országból, ahol nőttek tavaly szeptemberben, Magyarország. Magyarországon tavaly reálbér növekedés. Szeptemberi adatokkal. Azóta valóban volt egy magas infláció. Na de bocsánat, minden éveket, más teljes éveket minden más nézni, országban. Magyarországon nézd meg a teljes évet, évvégén 10% alatt az inflációs, 16% a béremet. Nagy beszélésről nem beszélnék, mert az lehet, hogy a bérek, a reálbérek valamelyest bérséklődtek, de nézzük meg az államnak a szociális támogatási rendszerét, nézzük meg a család és otthon teremtést, nézzük meg a négy gyerekes anyákra kiterjesztett adókedvezményeket, ezeket, hát négy gyerek, de most három gyerek. Is 190 ezer három gyereket nevelő anyuka meg fogja kapni a teljes eszihamentességet. Bocsánat, akkor miért van, hogyha annyira jól élnek a magyarok, akkor miért van az, hogy a nagykereskedelmi forgalom és a kiskereskedelmi forgalom is bezuhant Magyarországon? A tívadatok két dolgot szokat el mondani. Egyik az, hogy egy választási költekezés volt tavaly, a másik az, hogy ehhez a választási költekezéshez viszonyítjátok a mostani számokat. Az, amiről te beszélsz, az a tavalyi évhez képesti százalékos érték. Ha két évvel ezelőtti számhoz képest nézel, bocsánat, ha két évvel ezelőtti értékhez képest nézel, akkor a fogyasztás az növekedett. Tehát azt annak, hogy 45%-os élelmiszer infláció volt Magyarországon, annak nincsen köze ahhoz, hogy az emberek sokkal kevesebbet tudnak vásárolni tavaly összhöz képest. Már régen nem 45% az infláció, régen. Bőven. Élelmiszer infláció csúcsa 45%-ot. Arra kérdésre, hogy hová fejlődünk, és hogy kit akarunk utolérni, mert hogy és szerintem ebben többé-kevésbé egyetérthetünk, hogy hát azért ez az ország, ez egy kisnyitott gazdaság, ez betagozódik egy nemzetközi gazdasági környezetbe. És egyébként az, hogy továbbra is félperifériaként működik a centrumországok, a centrumgazdaságokhoz képest, és hozzá vagyunk kötve, ezer szállal hozzá vagyunk kötve a német gazdasághoz. És hogy nagyjából arra tudunk menni,
rövid távon mindenképpen, amit ez enged számunkra. Tehát, hogy az egy nagyon hosszú, több évtizedes program tud lenni, hogy a gazdaság mozgásterét, vagy az ország, a gazdaságpolitika az ország mozgásterét növelje, mert hogy rövid távon olyan szinten tagozódunk be a nemzetközi munkamegosztásba, ami kijelöli az utunkat, és nem tudunk egy másik vágányra egyik napról most, a másikra, vagy egyik hétről a másikra átállni. Kijelöli az utunkat, akkor ez azt jelenteni az én olvasatomban, hogy hasonló utat kell járnunk, mint amit a nyugati partnereink járnak. Nem, ez azt jelenti, hogy azért lesznek akkumulátorgyárak, mert itt vannak a német autóipari gyárak, és nekik akkumulátorokra van szükség. Tehát nem azért lesznek akkumulátorgyárak Magyarországon, mert a miniszterelnök úr megőrül az akkumulátorgyárakért. Hát nyilván ez nem így működik, de hogyha egyszer egy ilyen tömegű, ilyen mennyiségű... Ez hozzáadott értékben segít rajtunk? Mindegy, hogyha ez a német autógyárak itt vannak, és ennyi embert foglalkoztatnak, és ennyit exportálnak, de szerintem ez nem mindegy. Akár a jobb oldalon is elhangozhatott volna évként. Én nagyon köszönöm, hogy ezt pont említetted ebbe meg. Tehát ebben egyetértünk, de az a helyzet, igen, ha már itt vannak az autógyárak, akkor miért ne lenne akkumulátorgyártás is? Valahogy az, ami jó Franciaországnak, Spanyolországnak akkumulátorgyár, az nekünk. Ez valahogy megtörtént, hogy itt lettek a német autógyárak, és ezen még egy mondatot lehet változtatni, és azt lehetne látni, azt a kísérletet, hogy a mozgásteret növelni próbáljuk. Én csak annyit akarok mondani, hogy ha Debrecenen segít a BMW és az akkumulátorgyártás, hogy az alacsonyról egy gyakorlatilag a szinte semmiből az alacsony hozzáadott érték lelépjen, akkor ugyanennyi idő alatt mondjuk elérhettük volna, hogy Győr ugyanebből a státuszból mondjuk még egy hazai tulajdonú gazdasággal működő magas hozzáadott értékű térség legyen. Megígérem az asztalnál ülőknek, hogyha rá fognak érni egy időpontban, akkor még visszatérünk külön erre az akkumulátorgyár ügyre, mert ugye a jövőről alig tudtunk beszélni, pedig nagyon úgy tűnik, hogy mintha ez lenne a meghatározó a magyar gazdaság szempontjából, már az aksi kérdés. De hát így is azt hiszem, hogy jót vitatkoztunk, meg voltunk benne, az asztal két oldalán ülők egyet is értettek. Köszönöm a figyelmüket, pénteken jövünk a Csat.2-vel, viszontlátásra!